Az Életmenete Alapítvány oktatási programjának újabb állomásaként mutatták be azt a videoklipet, amely Pajor Tamás Rosenberg Dani című számának zenéjére készült. Az alapítvány által létrehozott vagonkiállításokon már több tízezer iskolás hallhatta az ismert énekesek által előadott dalt. Koltai Lajos klipjével azonban az összes középiskola tananyagába is bekerülhet a vészkorszakra emlékeztető ballada. 37-ben mikora hősünk. Egy dal csendül fel a sokak számára ismerős felvételek alatt. A Koltai Lajos által rendezett Sorstalanság című film képeivel köszön vissza Pajor Tamás Rosenberg Dani című dala. A klipet is az Oscar-díjas operatőr készítette. A ballada a klipben Koncz Zsuzsa, Dódi János, Demjén Ferenc, Somló Tamás, Cipő és a szerző előadásával csendül fel. Szép a dal, szép a történet, és azt vettem észre, hogy mindenkire nagyon hat. Főképp arra a korosztályra, amely valójában nagyon keveset tud már arról, azokról a történelmi eseményekről, amikről már az én szüleim se nagyon szerettek beszélni. Koncz Zsuzsa szerint az emberiség emlékezete hajlamos arra, hogy rövid legyen. Mindent érdemes azért megragadni, hogy amennyire csak lehet ébren tartsuk. A 7 évvel ezelőtt készült dal erre nagyon alkalmas, tette hozzá. Ez ma talán sok minden aktuális történés tükrében sokkal aktuálisabb, mint akkor volt, amikor eredetileg megcsináltuk. Tehát azt gondolom, hogy amikor az ország, világ ilyesmiktől hangos, akkor szükség van egy ilyen eszközre is, hogy megpróbáljuk útját állni annak, aminek lehet. Vitték Zimmermannt az első. A klip előtt Erdő Péter bíboros és Schweitzer József nyugalmazott főrabbi beszélnek a történelem sötét napjairól, akik szerint Rosenberg Dani és Magyar Zoli története nem példanélküli. Ez a történet, amit a dalban hallunk, igazán örök értéket mutat föl, igazán olyan, amit érdemes mindenkinek megismernie. Megráz mindannyiunkat, emlékük áldozatok hozóknak és áldozatért életüket adó hősöknek, emlékük legyen szent. A klipet az Életmenete Alapítvány oktatási célokra is szánja. A miniszterelnökség segítségével eljuttatnák a középiskoláknak, hogy beépülhessen a holokausztról szóló tananyagba. A dalszerző szerint azonban az üzenet a szélső jobb által megtévesztett emberek számára is sokat jelenthet. Egy ilyen bensőséges hangulatú balladisztikus alkotás, ami mégiscsak azért populáris nyelven van megfogalmazva, meg tudja érinteni az emberi szívet, és felülvizsgálatra tud késztetni olyan gondolatokat, amelyek valahol a múltban beévődtek, de amelyeknek semmi alapja nincs. Pajor Tamás szerint ez a dal szervesen illeszkedik a december végi neonáci ellenes tömegtüntetés által képviselt törekvésekhez, és az alkotó reménye szerint egyre szélesebb rétegeket ér majd el.